Az idén 7 országból 130-an érkeztek Topolyára a Dunamenti országok fiataljainak tolerancia táborába. A tábor ideje alatt a fiatalok bemutatják saját régiójuk jellegzetességeit, megmutatják, hogy a békés együttélés kulcsa egymás megismerése. Példát mutatnak mindenki számára, hogy hogyan kell építeni egy társadalmat, egy toleráns társadalmat, hiszen olyan témákról fogunk beszélgetni a következő napokban, amelyek részben tabu témák is voltak a múltban, de ugyanakkor érzékeny kérdések és aktuális kérdések. A tábor 6 napja alatt a fiatalok a Dunamenti országok együttműködésének lehetőségeiről, az uniós perspektívákról és társadalmunkat érintő problémákról beszélgetnek. Az idén kiemelt téma a környezetvédelem. Ennek kapcsán a fiatalok önkéntes városrendezési akciót is szerveznek. Topolyának ez egy nagyon jó lehetőség, nagyon jó turisztikai lehetőség. Nem csak a táborozók látogatnak el, hanem nagyon sokan a környékről is. A topolyaiak kimennek az utcákra, ugye sétálnak, ismerkednek másokkal. Illetve hát Vajdaságból is jönnek visszajelzések, ugye szeretnek ide eljönni a műsorok, a rendezvények, a kulturális dolgok, amik történnek ilyenkor a központban, azok jó hatással vannak ki, nem csak Topolyára, hanem a régióra is. A tegnap esti megnyitón Kókai Mernyák Melinda Topolya polgármestere és Gerhard Schütz a németországi Ulm alpolgármestere köszöntötte elsőként a tábor résztvevőit.